Görögországban minden évben megrendezték Dionysos Isten ünnepét. Dionysos a bor és a mámor istene, a görögök tehát nagy mulatságban próbáltak évről évre a kezébe járni. Az egész napos mulatozás eszem viszont Dénos Dánom Dánc, és betelkeit után az ünnepet mindig színházáig a nézem. Most is éppen erre készülődnek. Idén Dionysos Isten tiszteletére történelmi tárgyú darabot állítottak. Arról szól az előadás, hogy több mint 3000 évvel ezelőtt miért is tölti a görög történelem egyik legnagyobb háborúja, a trójai háború, amely hosszú éveken keresztül istenek és halandó földi harcosok részvételével folyt. Térjünk vissza tehát az ókori Görögországba, csatlakozzunk is az ünneplő tömeghez, és lássuk, mi váltotta ki 3000 évvel ezelőtt a trójai vár elkeseredett ostromát. Jaj, álljunk meg, Páris, mégsem lesz ez így jó. Szépségesen én a nevét. Mindjárt felkel nap, és ha a férjem megvált, hogy elszöktem veled, akkor végül. Szépségesen én, ne aggódj kellett. Mire mennél azt a lébe, én már gyors megyem a szerint, reggel sól éppen. Mégsem kellett volna megszöktem veled. Mennél az megöl, ha kiderül. De hiszen Afrodit és Istenő segít nekem. Legígért, hogy az enyém leszel, és nem hagy mindent ebben. Fejjel személyen mély állok kicsájtok. De Pár, biztosan érik gyors a hajót? Hogy gyorsan száll? Itt a gondol? És mi lesz a Trójába érünk? Ó, de én a drágám, Trójából biztosában leszünk. Apám, fiam, kiállt, a híres trójépítétek mind mellettük állapodni. És mi az a isteni szépségünk csodáját? Ringoljuk, hogy még a harfajó számosunk. Igen, Páris, csodás lesz, de boldog vagyok, hogy eljöttem vele. Siessünk, siessünk Trójába. Asszonyom, szépséges úrnő, szép elég a réteg. Rúzsás újú hajnal már átszelt az eget. Ébredj, úrnő, kinyíltak a világos a ligetben. Á, a szentséges Isten az égben! Asszonyom, hol áttűntél? Nincs sehol, érintett az ágya, le sem tetszett az éjjel. Mi ez? A háló égje, és le sem tetszett. Na, nem hadd el, szólnom kell az úrnak. Menne le az úr, Spárta nagy királya, ébredj! Meg sem mozdul. Menne le ahhoz, az égiekre kérlek, ébredj! Mit akarsz? Felség, szörnyű nagy baj van. Megrongyásodtál a kardom? Nem. Megfogyottál a borom? Ó, nem. Hát akkor mi történt? Asszonyomnak dolgozott. Helena, biztosan kint van már a ligetben. Nem, felség, le sem feküdt az éjjel. Érintetlen az ágya. Micsoda? Érintetlen az ágya? Ki az? Fenség, szörnyű nagy baj van. Tudom, eltűnt a feleségem. Azt nem tudom, uram, de eltűnt vendégünk a szomszédos lakosztályból. Mit ad a Párizsról beszél? Tudom, Diamosz király fiának, a Bója hercegének, az ifjú Párisznak nyoma veszett. Eltűntek a csomagja és a fegyverei is. És mi van a tárgyával? Az nem tűnt el, uram. Oszlova, nem úgy értettem, aludt benne valaki? De elvetlened a karó? Összegyűrödött fel a fedő? Az ágya érintetlen, fenség. Páris herceg nem töltötte benne az éjszakát. Értem már, megszakítottál Helénám utalrávaló. A kardomat, gyere! El kell fognunk a szökevényeket, mielőtt hajóra szállnak. Látom, hogy te beszélgetek. Miről van szó? Hát
Mindenkinek csak hízeleg, de az én szemeimben a bölcsesség fénye vagyok.
Juskát ide az a hangát. Pedig én egészen állapultam a félségetekkel. Én az állapotam, hogy nem képtelen az őkörülteni. Ugyan? Akkor lehet, hogy te volna, amelyek vagyunk.
Hogy én figyelj rám, Páris, ajándékot szeretnék kínálni neked. Hogyha úgy döntesz, hogy nekem adod azt a szépséges aranyalmát, én is valami szépséges adok neked cserébe. Megajándékozlak a legszebb tündinő szerelmével. Szebbű, mint ugye összes lány egybetűve. Ne feledsz a magam. Hát, azt hiszem döntöttem. Döntöttem! Hívjátok a háromat és látom. Holjuk, hogy döntött a szóvói kurányi? Mint három istenű gyönyörű, de kérdezés nincs ezt a ragyogásra. Úgy döntöttem, mint a ranyalma, a fűzött életben. Tudta, alávaló, nő. Jelentet és hálátlan alak, nem fék azt a motalért, hiába menekül. Ostoba, kitván, titán, lesúlt minden is. Köszönöm, bőrcsöntése, drága Páris. Szegény híró. Itt könnyű, a szállam szemének nagy a hatalma. Zeus, ha nem bánjátok tudalmul, én kísérjünk vissza a földre. Rendben van a földet, én kísérjünk vissza te. Gyertek barátjaim, folytassuk a barátságot. Bárban legyen a házat, én is pontosan tudtam volna. Mondja, kiamúzom, azt kell látodok már, szedjük a felállat. Gyere, Páris, én mondjuk, uzsámad nem marad el, most bevágyom ígéretem. Hová? A legszebb földi nő az elbűvölő szép Helena. Szép Helena? Igen, ő a spártai király Menelaosz felesége. Férjes asszony, de hát akkor hogyan? Elcsábítjuk, megszöktetjük. Menni fog, mint a feligatomás. Na gyere! Úgy unatkozom, az utóbbi időben, mint a kicsit ellennék, hanyagolnak. Menelaosz csak jót fut és katonáidit játszik. Megcsúnyultam talán? Ajdra, ajdra! Parancsol, asszonyom! Mondja, kedveseik, hogy én vagyok én? Asszonyom a legszebb nő egész házadban. Nem hiába nevezi szép Helenának. Hazugtaidra nem hiszek neked, hozz egy tükröt! Legalább néha beléphettem hozzám. Úgy unatkozom! Hát, aludj el csak, mi hír volt rám? Ő felsége Menelaosz úr küldött. Azt üzenik, hogy a katonai gyakorlat kicsit elhúzódik, így kéri, ne várjanak rá a vonalával. Ó, elhúzódott? Most persze nem várok rá. Eszemben sem jutott. Mondd csak, talán, szép vagyok én? Ó, azt mondjam, hiszen az útja. A szépségem méltó a nevéhez. Távozhatok? Menj csak persze, hagyd magam öte is. Már nem is kell a tükör a ígra, így vissza. De aztán nem érdekelni fogja asszonyomat, hogy nem végünk érkezett. Biztos egy öreg rántos harcias katona. Tévedjös ő, Páris király van itt szójából. A messzeletről híres, hogy a szép fiatal Páris? Igen, mondom. Végre valami érdekes. Hol van már a tükör a hídra? Megőrülök, hogy mindent kétet kell elmondanom. Úrna már a lehozott vördön. Üzenék, hogy vendégünk érkezett. Kérdezteti, hogy hajlandó előket? Mi a fog? Úgy értem, most nem várom. Eleget tettek a férjem kérésére, de nem, hogy várom őket. Helénám, szívám! Fogad szeretettel vendégünket, Páris herceget! Ó, át is szeretem a néhány szépet. Ülj le, barátom, és mesélj, mi szélhozott Spártába. Azt hiszem, a keletre szél. Á, látom, hogy erre vetőztél. Igen, az Istenek egyelméből így tudnád tartva a tenger. Kár, hogy nem érkeztél hamarabb, akkor még megtekinthetted volna a hadgyakorlatot. Ugyanis megjósoltak nekem, hogy hamarosan háborúba keveredem. Nem is értem, hiszen tudtommal egész hálásban vége honol. Igen, persze. Mégis eddig meg sosem tartott a megyúzmeit. Kételkedve vár, de készülök a háborúra. Igen, igen. Persze nem könnyű egy időről azt, hogy már a katonákat kommandírozni. Mert nem tudjuk elszakadnom tőle. De azt nem lehetek egészen a feleségem szoknyája mellett, ez világos idő, barátom. Igen, persze. Örülök, hogy minden vele egyetértek. Akkor már megkerítetek vacsorára, és elkészítetem a szobádat. Aitra! Uram? Mit állt? Menj és találjátok a vacsorát. Előtelnek pedig nézédet körül tűzik. De pedig távozz, menj és viss egy lapot, tehát Páris hercegnek. Az oszlop csalok fel. Induljatok! Parancsára, uram! De pedig kedvesem és barátom, gyertek vacsorát, és kételjük egyet az utasra. Mindenki nyugodni tett, de székhelyén a ablakában még világosak. Mit gondolsz? Sikerülni fog a felütét. Ne légy ilyen kis, itt is válasz. Mit gondolsz? Tetszettem neki? Tetszettél hát, hiszen egész akkor alatt csak téged nézett. Na aztán egy kicsit én is azt mondtattam.
nem hinnék, hogy dicsérő szavak hallanunk rá. Húzra vacsorához is annyi nézétek volt, hogy milyen az itt már. De a biztonság kedvéért reggeli tartó álmokkocsában van a személye. De mit mondja? Ne legyél már ilyen mondva. Hát találd fel magad. Baj szerelmes is tud valójában. De gyerünk meg, kis hagyd le. Szépséges Aréna, ébren vagy még? Szépek szépen. Ki az? Ki már részeli fel, vagy szóval Zsányjét? Pális vagyok, a boldogtalan királyfé. Mit kívánsz tőlem, herceg, ezen a szolgáltatókrán? Beszélni szeretnék vele. Miről? Miről? Szépséget sebet ütött szívemen, és hangod mézében szeretnék gyógyítani a sebet. Szépséget sebet ütött szívemen, és hangod mézében szeretnék gyógyítani a sebet. Bakmerő, hogy mérészed ki így szólni hozzám? A férjem házában. Szerelmem nem ismer határokat. Szerelmem nem ismer határokat. Mit akarsz, hát tőlem? Magammal viszett fújába, és életem végéig ragad leszek. Rabb leszek életem végéig. Magammal viszek trójába, és életem végéig hűrabot leszek. Kérlek, ne számíts így szörni bőre, hanem arra nagyon rossz kiderül. Ne félj, erős karom mindentől megvéd. Ne félj, erős karom mindentől megvéd. Tudom, hogy te is szeretsz engem. Tudom, hogy te is szeretsz engem. Igen, be kell vallanom. Eljössz hát velem a tyámod varába? Nem. Nem ezt kellett volna mondani akkor itt én. Most mit tegyek? Gondolj egy hímságának, beszéld rá! Szépséges Aréna, te minden nőnél szebb virágszál, ne hagyj el pusztulnom! Ó, Pári! Oly szép vagy, mint a csillagok fenn az égen. Arra egy búna felsáfolt, ha rád néz. Ez az, tovább, ne hagyd abba! Szépséges arcot beragyogja a világot. Még az Istenek ragyogása sem viszonyítható hozzá. Én, Pári, vigyázz a szádra! Ó, bocsáss meg, Afrodit, én nem úgy értettem. Szépséges Aréna, földi nők királynője. Eljössz hát velem? Igen, felmegyek a világ végére is.